Sok szeretettel köszöntök mindenkit a 21. század intézet első Facebookos videóközvetítését láthatják. Első körben ebben a közvetítésben a brit választást szeretnénk értékelni és elemezni. Meghívott vendégünk Frank Füredi, a 20. század intézet főmunkatársa, aki szociológus, 1969 óta él Nagy-Britanniában, most is az idejének a nagy részét ott tölti, tehát tényleg közelből tapasztalhatja azt meg, hogy mi zajlik nagy britanniában mi vezetett a Brexithez, és mi vezetett a mostani eredményhez. Ha megnézzük a friss adatokat, akkor tényleg kijelenthető, hogy meglepetésszerű, és talán egy elképesztően nagy, és a vártnál is nagyobb győzelmet arattak a konzervatívok, tehát a 650 parlamenti helyből 364 a konzervatívoké, most jelen pillanatban 203-at mutatnak a munkáspártnak. Ez egy történelmi vereség a részükre. tehát a 1920-as évek óta nem szerepeltek ilyen rosszul, még a konzervatívok Tereza Mély 1980-as évekbeli győzelménél is talán nagyobb eredményt tudtak elérni. Tehát mindenképpen kijelenthető, hogy amit az elmúlt években láttunk, instabilitást, nagy-Britanniában az, hogy most kezdene megszűnni, és egy erős parlamenti felhatalmazással tud majd most a Brexitnek neki futni nagy és Boris Johnson. Hogyan látod, Frank, mi lesz ebből, mi vezetett oda, hogy jelen pillanatban a konzervatívok ennyire meg tudtak erősödni. Ez Boris Johnson karizmájának köszönhető, vagy sokkal inkább annak, hogy már a briteknek elege van ebből az instabilitásból és ebből a, ebből a kilátástalan helyzetből. Igen, ez egy nagyon izgalmas választás volt. Én beszéltem emberekkel, akik a konzervatív pártnak dolgoznak múlt héten, és ők nagyon féltek a választás. Nem, nem tudták, hogy fognak győzni. Az optimisták a pártban azt mondták nekem, hogy maximum 20 széke lesz többségünk, és nem tudták elhinni, mikor meglátták, hogy milyen nagyon megnyerték a választást. Azt hiszem, ez azért történt, mert először is a munkáspárt ez egy nagyon gyenge vezetője van neki. A, a munkásosztály teljesen eh, a az ő régi pártjuktól. Eh, a vörös eh, fal, ami a, azok a, az azok a észak-angliai eh, székek, ahol mindig a munkáspárt nyert, most már teljesen kék színű, konzervatív színű. És ezt nem lehet elhinni. Vannak székek észak-angliában ahol már több mint száz éve csak munkáspártit eh, szavaztak meg. Azt mondták régen, hogyha Doncasterbe egy szamárt eh, küldenek a munkáspárt zászlójával, akkor azt automatikusan megválaszták, mert abban ab az időben eh, nem is gondoltak az emberek, hogy más pártot szavazzanak. Ennek már vége van. De annak is vége van már, hogy eh, vannak helyek, ahol emberek automatikusan a konzervatív pártot szavaztak. Most már ott se van az automatikusan. Például a dél Angliába. Úgyhogy a, a pártrendszer a, a, a egész más, mint régebben volt. Azt a Brexit volt a legfontosabb, mert a, a kultúrai elitek, meg a média azt gondolták, hogy az angol népnek nem fontos a Brexit. Ez, egy, ez csak egy percig volt, ez egy, ez egy fontos probléma nekik. Nem tudták megérteni, hogy éjszaka Angliába, és a, a, olyan helyeken, a a nép igazi népi érzés van, Brexit az nagyon fontos volt. És nem, fogja, nem fogják elfelejteni, és évről évre, már két éve erről dumálunk, erről beszélünk, lehetett látni, hogy azok annyira dühösek, és annyira fontos volt nekik az, hogy elmenjünk Európából, hogy emiatt volt az, hogy a konzervatívak erő, sokkal erősebben győztek, mint, mint, mint emberek gondolták volna. A ja, nézők talán nem látják, itt mögöttünk van egy 2010-es plakát, amely egy olyan konferenciáról szól, amelynek az volt a címe, hogy a politikai és gazdasági válságban van Nagy-Britannia, és ez egy 2010-es rendezvény volt, most már lassan 2020-at írunk, tehát így az elmúlt egy évtized, de talán már régebbre is visszagondolva, kijelenthető, hogy Nagy-Britannia azért egy súlyos politikai válsággal tűzdelt időszakon van túl. Szerinted most ennek vége lesz, végre van egy egységes irány, hogy azért, hogyha most nekivágnak-e a Brexitnek, lesznek még súlyos politikai és gazdasági problémák? Szerintem eh, semminek nincsen vége. Igazából most kezdődik az, az izgalmas politika Angliában, mert azt lát, lehet látni a választáson keresztül, hogy eh, először eh, ebbe a században a kultúrai politika, a kultúrai konfliktus volt a legfontosabb. Ha megnézzük, hogy, a, 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 hogy mi történt, az történt, hogy eh, két Két, két nyerő volt ebben a választásban. Egyik volt a konzervatív párt, a másik meg az identita Politika. Ha nézzük Skóciát, ahol a, a Skót eh, National Party nyert, azok igazából nem egy népies pártok, az egy ilyen fajta párt, akinek igazából brasszulnak a gyarmata lenni. Ugyanezt történt Észak-Írországban, ahol a, 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 a Sinn Féin meg a SDLP eh, jól csinált, több szavazat kapott, mint a Juniorista pártok, de a, ezek az ír pártok már nem népies pártok, mint régebben voltak, hanem teljesen átfedik az amerikai identitapolitikát, és ők is szintén jobban érzik magukat e, a, a brasszoli politikával, mint az angol politikával. E, ugyanez van Londonban. Az nagyon érdekes, hogy London az most már egy más világ, mint, a, mint a, a többi része az országnak. Igazából van két világ, mint a izraeli mondta, a században van, Angliában a két világ, de most már két világ, az London, meg a, 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 ezek a gazdag kis városok dél, dél Angliába és a többi ország. Vagy az egész máshogy gondolkoznak az emberek, egész máshogy lássák. És Londonban az identitás politika az nagyon erős. Úgyhogy szerintem most fog jönni az igazi konfliktusok, mert az identitás politikát az nehezebb e, e, a, a, a megfejteni, mint a, a régi közgazdasági. A konfliktusokat. Kicsit beszéljünk arról, hogy mi vezetett a Brexithez. Nagyon sokan a bevándorlást emelik ki, tehát Navitania az egyik legnagyobb bevándorló országá vált az elmúlt évtizedekben. London gyakorlatilag kicserélődött így az elmúlt 20-30 évben, rá se lehet ismerni a városra, és sokan azt mondják, hogy ebből elegük volt a briteknek, és nagy részt a különböző gazdasági kéréseken túl ez a Brexithez. Ugye a 2016-os népszavazás után jött a liberális sajtóban az, hogy ez csak a vidéki Nabitaniának a megtévesztéséből van, hogyha most újra tartanának egy népszavazást, akkor a vitek már a bemaradásra szavaznának. Most azért mint hogyha ez a választás kicsit ennek ellent mondana és úgy tűnik, hogy a britek egy rendezett kilépés szeretnének, és most már tényleg azt akarnák, hogy britannia az Európai Unión kívül legyen. Igen, egy, egy rendezett kilépés van szükség, úgy gondolkoznak az emberek. Általában az emberek közül akarnak maradni az Európához, a Európai Unióhoz nem akarnak teljesen elszakadni tőlük. De ugyanakkor a fontos kérdés az a, a szuverenitás. Ezt vettem észre, hogy mikor, mentem észak Angliába és beszéltem emberekkel, szavazókkal, akkor azt mondták, hogy a bevándorlás az egy probléma, az, az igazi probléma az a szuverenitás, hogy nem az, hogy idejönnek, hanem az igazi probléma az, hogy ide jönnek, akkor ők azt csinálnak, amit akarnak, nincsen, nem veszik fontosnak az angol kultúrát, vagy nem csak, hogy nem nézzük fontosan, hanem a elitek lenézik az angol kultúrát ha angolok angliára akarnak beszélni, az angol történelmre akarnak beszélni, azt nacionalizmusnak hívják, meg xenofóbiának hívják, és nagyon sok ember emiatt nagyon dühös volt. Úgyhogy lehetett látni, hogy ha összetesszük a bevándorlás kérdést, a migráns kérdést, a demokraszai kérdést, és a szoverintás. szerintem a szoverintás volt a legfontosabb, e, és emiatt volt az, hogyha, hogy az emberek e, ennyire a, a, a saját régi pártjukról ellen szavaztak. Senki sem gondolta volna, hogy a a munkáspárnak vége lesz észak -Anglóiában. És ez a munkáspárti vereség Jeremy Corbynak a személye miatt következett be, tehát hogyha megnézik a kampányt, akkor ugye mi Boris Johnson a bevándorlás mellett a Brexitet tehát a szülőmentes kérdés helyezte a középpontba. A munkáspárt nem akart erről beszélni, ingyen internetet ígértek, államosítási programokról beszéltek. Tehát próbáltak egyfajta ilyen hagyományos, extra-baloldali, ultra-baloldali programot inkább kínálni a választóknak. Ez azt mutatja, hogy a briteket ez nem érdekli, vagy sokkal inkább annak vagyunk a szemtanúi, hogy hasonlóan a kontinentális Európa baloldali pártjaihoz, a munkáspárt is most jelen pillanatban a válságban van. érdekes kérdés, mert ne felejtsd el, hogy két évvel ezelőtt a Jeremy Corbyn eléggé népszerű volt, és elég jól csinálta a Theresa a választásban, és mindenki azt gondolta, hogy ebben a válaszban a munkáspárt biztos fognak nyerni, mert, mert a Corbyn az népszerűbb, mint a, Johnson. Ez, 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 ezt gondolta a média két évvel ezelőtt. Azt a hibát csinálta a munkáspár, és főleg Corbyn, hogy nagyon gyávák voltak a Brexit-tel. Nem, nem merték azt mondani, hogy be, bent akarunk lenni, vagy ki akarunk menni. És ez azért volt, mert tudták, hogy a, a Londonban, ahol, ahol, ahol igazából ott vannak a legtöbb támogatója, azok akarnak maradni az Európai Uniónba, de Észak-Angliában, ahol a, a, a régi bázisuk volt, azok nem akartak. És egyszerűen azt mondták, hogy mi, mi semleseges vagyunk ebbe a kérdésbe. És, a, mikor, mikor ezt kifejezte, hogy ez így van, akkor az emberek nagyon dősek voltak. A sárt, sár, a sár pártba nagyon sokan az ki is léptek a pártba, és szerintem ezért volt az, hogy, hogy elvesztették a választ ennyire. Lehet, hogy ezen kívül is elvesztették volna a, a, választást a Brexit miatt, mert a kérdéseket senki sem hitte, hogy, amit ígértek, hogy ez lesz ingyen, azt fogtok kapni, Billiókat rakunk a kórházokba, billiókat rakunk a iskolákba. Minden ember 6700 fonttal jobban fog élni, ha megválasztanak bennünket. Emberek nem hülyék, és, és látták, hogy ez, ez, ez nem lehet, ez így csinálni. És a konzervatívan nagyon ügyes stratégiájuk volt, mert csak a Brexitről beszéltek, semmi másról. Tudták, hogy az, az egy kérdés, ami nagyon fontos, és nem érdemes a kisebb kérdésekről vitázni. Erre úgy reagálta a média, a, a baloldali média, ami a, a legerősebb Angliában, hogy a, azt próbálták csinálni, hogy, hogy a, csak a Johnsonról beszéltek, hogy a Johnson hazudik, nem lehet benne bízni, ez egy gazdag ember, erre nem szabad szavazni, és ez nem sikerült végül is. Hát próbáltak belőle bohócot is csinálni, tehát nem hát. ment a tévitában, vitában, volt egy olvadó jégkockát tettek, ugye pont egy ilyen klímatémában invitálták meg egy tévéműsor, tehát nagyjából hasonló eszközöket láthatunk, mint itt Magyarországon, de úgy tűnik, hogy ez nem jött be, hiszen tényleg egy témaköré építette a kampányát. Hogy látod, most a konzervatív pártnak az új képviselői a alsóházban egységesek lesznek majd Boris Johnson mögött. Tehát ugye most a elmúlt időszakban azt láthattuk, hogy Tereza Maynél is, de Boris Johnsonnál is nagyon sok konzervatív képviselő nem követte a miniszterelnöknek az álláspontját, fontosan kiszavaztak, nem szavaztak egységesen, tehát a, például a párfegyelem, a frakciófegyelem az nagyon megbomlott az elmúlt időszakban. Most ezzel a választással kicserélődtek el a konzervatív képviselők is a parlamentben, és sokkal egységesebbek lesznek el, mint mondjuk az elmúlt években? Nagyon, ez egy nagyon nehéz és nagyon fontos kérdés. Én azt gondolom, hogy egy bizonyos időig, egy, egy évig esetleg azt fogják csinálni, amit a Johnson akar. Mert ő miatt adatok megválasztva, ha a Johnson nem csinálta volna a ilyen jó stratégiára, akkor nem, nem lettek volna megválasztott. De ugyanakkor a, a legtöbb konzervatív, parlamentáris, a szívükben nincs a Brexit mellett, ez, ez mindig így volt. A legtöbb igazából szeretne a Európai Uniónal maradni, és máshogy gondolkoznak, mint azok az emberek, akik megválasztották őket. Egy dolog, ami egy érdekes kérdés, amire nehéz feletet találni, hogy van egy új generáció, akik egész, egész másfajta konzervatívak, ezek az északi éjszak, székekből jöttek, a, a régi munkáspárti székekből, akik sokkal baloldaliabb, mint a, mint a, a régi konzervatív párt. Nem, nem baloldali, mint mondjuk a, a, a liberálisabb, vagy a szocialisták, hanem ezeket angolul one nation konzervatívnak hívják. Egy, ország, egy, egy országban vagyunk benne, ilyen, ilyen polgári kinézésük van nekik, és ők másfajta közgazdasági politikát akarnak csinálni, mint a régi konzervatív párt, a Cameron, meg az Osborne alatt. Ék inkább ilyen neoliberális közgazdaság ellen vannak. Azt akarják, hogy több pénzt fek 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 be kell befektetni a különfajta infrastruktúrába, meg a vonatokba, meg ilyesmibe. És hogy több jobb állásokat lehet csinálni északon, hogy hogy a meg gazdagabb legyen az északi angolai rétegek. Ugye most január 31, tehát 2020 január 31 a céldátum, de ez nem jelenti azt, hogy innentől megoldódik minden kérdés, mert 2020 végéig kell lefektetni azt, hogy az Európai Uniónak és Nagy-Britanniának milyen lesz a gazdasági és politikai kapcsolata. De már ugye Donald Trump az eredményekre reagálva be is jelentette, vagy egyértelművé tette, hogy kész a kereskedelmi megállapodások megkötésére az Egyesült Királysággal. Hogy látod most, az Egyesült Királyságnak lesz egy ilyen szuverenista felfogása, amely már azért sokkal inkább egy EU-n túli világról fog szólni, és megköti mondjuk a saját kereskedelmi megállapodását mondjuk az Egyesült Államokkal, és ebből kifakadóan Ö, mondjuk az Európai Uniónak mekkora veszteség ez az egész Brexit folyamat, és mi lesz nagy a szerepe az Egyesült Államok és az EU viszonyában? Vissza tudja -e szerezni azt a középhatalmi, nagyhatalmi státuszát, amit azért sokáig birtokolt? Szerintem az a, az a régi, szerepe, amit, a régi szerepe, amit játszott Észak-Amerika és Európa között, azt már nem tudja visszanyerni, mert Amerikának sokkal fontosabb, hogy mi történik Kínában, Ázsiában, Japánoknak, Ausztráliában, Dél-Amerikában. -Dél De ugyanakkor politikailag a Trumpnak nagyon fontos, hogy a Johnson nyert, meg végre van valaki más, aki hasonlóan gondolkozik, mint ő. És emiatt gondolom, hogy az amerikai Republican pár sokkal optimistább, mint eddig volt, mert lássa, hogy egy bizonyos stratégiával lehet, lehet nyerni ha nem hallgatsz, amit a média mond neked, csak mész előre, akkor, akkor, könnyen lehet nyerni. Szerintem a nehéz megmondani, mi fog történni, mert sokan azon al is függ, hogy az európai országok, a nyugat-európai országok, hogy reagálnak erre, hogy, eh, hogy józanon fognak reagálni, és meglássák, hogy igazából fontos, hogy jó, eh, eh, jó kapcsolatok maradjanak Angliával, meg Európával, és jó közgazdasági kapcsolatok maradjanak. Szerintem ez mind a két oldalon nagyon jó lenne, mert nekünk hangjában az a fontos, az a szuverenitás fontos, az a politikai szabadság fontos, nem az, hogy, hogy, hogy valahogyan ilyen saját világunkba élnénk, hanem akarunk közel lenni az európai országokkal, ugyanaz a kultúránk, mint a mi kultúránk. De végül is azon is függ, hogy hogy, hogy reagálnak ezek az a Macron például, meg a németek, akiknek meg kell gondolni, hogy mit fognak csinálni, mert attól félnek, hogyha mondjuk másik országok lássák, hogy Angliának sikerült kimenni, és elég könnyen sikerült kimenni, akkor attól félnek, hogy mit fog Spanyolország csinálni, mit fog Olaszország csinálni, Franciaország, ahol elég sok ember szintén nem szereti a Eurot, nem szereti, a, a, amit a Brasszul csinál. De úgyhogy ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés, de én szerintem angli, elég optimista vagyok, mert Angliában van nagyon sok energia, ilyen demokratai, te energia, van egy új generáció. Ezen kívül nem is beszéltünk eddig a Brexit pártról, ami nem nyert semmit, de ennek ellenére nagyon fontos szerepe volt, mert ő miatt volt ez a választás, ő miatt ez a nagy konzervatív siker. Ők forszírozták a konzervatív pártot, hogy hogyan erősebben menjenek a Brexit mellé, és nagyon sokan arról beszélnek, hogy mostan egy új párt fog készülni Angliába, egy újfajta Brexit párt, az lesz hogy nem, hogy a reform párt aminek gondolom, hogy, hogy egy ilyen, ilyen pressure group lesz a konzervatívon, hogy a sure, a konzervatív párt a jó úton menjen, és ne menjen vissza a, régi rossz útra, mint a Cameron, meg a Osborne, meg a Terrys, ami próbált csinálni előbb. És miért tudott te azt be, hogy tényleg az elmúlt évtizedekben egy ilyen egy ilyen jelentőségét veszített országnak voltunk a szemtanúi, és tényleg az a belpolitikai válság az, az elhúzódott nagyon sokáig, nem volt soha mostanában egy ilyen stabil kormány, amelyik, amelyik régen azért Minden. megszokott volt nagy britanniában Tehát a választási rendszerből fakadóan ott a karakteres miniszterelnöknek köszönhetően mindig volt egy erős irány, amire ugye a tiltakozások, de mindig végig tudta vinni azt, amit ő szeretett volna. Mindegy tudott be ezt, hogy az elmúlt egy-két évtizedben nem volt jellemző nagy britanniára Igen, de és azt nem láttuk, mert nem lehetett látni a utóbbi 5-6 évben, hogy a lassan a a pártrendszer vagy olyan egész más lett. Például a munkáspárt már nem a régi munkáspárt, a konzervatív párt nem a régi konzervatív párt. Az a automatikus lojalitás, ami volt régen, hogy én munkáspártnak vagyok, a szavazó én egy konzervatív vagyok, az már nagyon kevés ember gondolkozik így, mert mostan úgy gondolkoznak, hogy a Brexit mellett vagyok, vagy a Brexit ellen vagyok. Az a egy fontos kérdés, és emiatt lehet látni, hogy a, a, a pártrendszer kívülről úgy néz ki, mint régen, mert a két párt több mint 80 százalékkal kapta a szavazóknak, de a két pár rendszer most a más. Mind a két párt más fajta emberek vannak benne, máshogy gondolkoznak. Annak azt remélem, hogy a konzervatívoknak van, -e, van, egy pár komoly politikusuk, Van a Michael Gove például, aki szerintem a legértelmesebb politikus Angliában. Van a, a Dominic Raab, aki szintén egy nagyon jó gondolkozó, erős ember. Van a Azért van olyan 6-7 komoly miniszter, ami nincsen a munkáspárban ott nagyon gyengék, ott csak hogy fiatalok, de nem, 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 nem semmi tapasztalatuk nincsen a, a világból. Mi várható Johnson-tól bevándorlás kérdéskörében és gazdaságpolitikában? Tehát a Brexiten túl talán ez a kettő szempont, ami leginkább mozgatja a briteknek a fantáziáját, hiszen a brexit hatásait, brexitnek a negatív hatásait azt hogy meg kell szüntetni, tehát voltak még 2016-ot megelőzően is nagyon sok kutatás, számítás, amely arra vonatkozott, hogy a GDP az vissza fog esni, sokan riogattak azzal, hogy akár élelmiszeri hiány is kialakulhat Nagy-Britanniában. Szerinted ezek riogatások voltak, főként a baloldaliaknak a riogatása? Vagy tényleg megalapozottak az ilyen negatív várakozások, és mit tudnak tenni a konzervatívok, hogy ezeket a negatív, nagyon drasztikus forgatókönyveket elkerüljék? Hát igazából a, az angol közgazdaság az elég erős, pláne a másik országokhoz képest. E, mindenkinek van állása, nagyon nehéz e, jó embert kapni. Minden, minden cég ezt mondja, hogy ismersz valakit, mert ide kell valaki, oda kell valaki. Úgyhogy a közgazdaság elég erős. Vannak azért nagy struktúrális problémák az angol közgazdasággal, például a, a, a nem investolnak elég pénzt az iparba, meg az új technológiába, ami egy nagy tragédia, mert az angol újfajta technológia egész érdekes, és az emberek, akik ezt, ezt csinálják, azok elvándorolnak Amerikába, a Silicon Valley-ba, vagy emberek valahol máshogy tudnak több tőkét kapni erre. Úgy ezt, ezt, meg kell cserélni, hogy az új technológiában több, több tőkét rakunk bele. De szerintem eléggé optimista vagyok, hogy, a, hogy a, 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 közgazdasági helyzetet meg lehet javítani. És persze az fog cserélődni, nem tudom, hogy, hogy ezt hogy, hogy, hogy fogják hogy, hogy csinálni, hogy, hogy, több pénzt kell berakni észak -Angliába. Mert ez a új bázisa a kormánynak. És, és azt nem lehet úgy csinálni, hogy, az, hogy minden, minden gondolkodás csak a dél angoljáról van szó. A vidékekre nagyon fontos, hogy, a, hogy lássák az emberek, hogy az életük megjavul, és ha ezt a kormány meg tudja csinálni, hogy, hogy az emberek, akik mostan először az életükbe szavaztak a konzervatívokat, ha lássák, hogy igazából az életük megcserélődik, akkor egy, szerintem az a kormány meg fogják szavazni egészen a, a 20-as évek végéig. Nem, nem tudom elképzelni, hogy a következő választáson a munkáspárt tud nyerni. És egy átlag brit, egy angolnak, főként vidéken rosszabb lett az elmúlt időszakban, az életkörülménye javult, ugye a kampányban az egészségügy nagyon sokat előkerült, Johnson próbálták azzal lejáratni, hogy egy kórházban egy négy éves kisfőnök a képét mutogatták, akinek yeah. ilyen oxigénmaszban a földön kellett feküdni, tehát voltak ilyen próbálkozások, tehát ezért ez rávilágít arra, hogy vannak problémák ott is egészségügy és a különböző szociális területeken, tehát Összességében, hogy érzi egy, egy átlag brit, milyen ott élni, milyen életkörülményei vannak, ha visszatekint mondjuk tíz évvel korábbra, javult, romlott, tehát mi, mi ez a általános benyomás? A benyomás az van egy angol kifejezés, azt mondják, hogy left behind, hogy ott, a, 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 az élet ott hagyott bennünket. A emberek azt mondják, hogy mikor beszéltem velük, fölmentem Doncasterbe, meg Harrogate-be, azt mondják emberek, hogy valahogyan nem vesznek komolyan bennünket. Dél-Angliába, a média vagy lenéz bennünket. Tudják, hogy a, a, a déli, londoni elit azt gondolja, hogy ez egy, ez egy másik fajta nép, mint nem, nem olyanok, mint mi vagyunk. Ők automatikusan azt mondják, hogy a, ezek, az, ezek az emberek a kis városokban Észak-Angliában ezek xenofóbok, meg homofóbok, meg izlámofóbok. Úgyhogy erre nagyon reagálnak, hogy hogy ennyire lenézték őket. És uh, igazából. Uh, azt akarják, hogy komolyabban vegyék ezeket az Észak-Angliát, hogy komolyabban vegyék az ő kultúráikat, hogy lássák, hogy a televízió, meg a filmeken reprezentálják őket, nem csak a másfajta embereket. És ezért mondtam először, amikor elkezdtünk beszélni, hogy szerintem a kultúrháború lesz, ami már most is zajlik, az fontosabb és fontosabb lesz. Mert lehet látni, ezt nem tudom, hogy olvastad a sajtóban, hogy már a, a, a média már nagyon reagál percek alatt azt mondták, hogy a Johnson hazudott, nem lehet egy büdös szót elhinni, amit mond. Garantálom, hogy egy héten belül azt fogják mondani, hogy a oroszok manipulálták a választást, vagy fake news volt, vagy valami konspiráció volt, emiatt nyertek, nem azért, mert emberek megválasztották volna őket. Úgyhogy nagyon, nagyon erősen reagálnak. Mostan Londonban kaptam egy e-mailt egyik barátomtól, hogy mondta, hogy az emberek sírnak a az újságokban, meg sírnak az életemen, olyan, mint amit egy, egy betegek lennék, nem, nem, nem hiszik el, hogy mi történt, ez a, ez a sírás, ebből egy, ez a frusztrációból nagyon dősek lesznek, és nagyon fognak reagálni, és hogy én szerintem a médián keresztül egy egy, egy nagyon nagy harc fog lenni az értékekről, nagyon nagy harc lesz, hogy kine, kine, mi lesz az országnak a szíve, igazából erről van a, a politikai küzdelem a következő évben. Igen, tehát ez a liberális buborék kialakult főként a nagyvárosokban, és nem is vesznek tudomást arról, talán úgy tűnik így Magyarországon nézve, de itt is Magyarországon ugye azt láthatjuk, nem is vesznek tudomást arról, hogy mi az, ami az embereket valójában érdekli, mi az, ami valójában foglalkoztatja őket. Észak-Írország volt az egyik legfontosabb kérdés, mind a Brexit folyamán, és ugye te a mély is nagyjából ebbe bukott bele, hogy észak a ügyét nem tudta megoldani. Most egy átmeneti megállapodást szeretnének ugye kötni, vagy az lesz most tető alá hozva január 31-ig, ami átmeneti státuszt ad majd észak területének, de jövőre talán ez lesz a legnagyobb kérdés, hogy hogyan tudják megoldani, hogy ne építsék vissza a határt, és ne legyen határellenőrzés. De ez az északír történet még arra is rávilágít, hogy mind országban, mind Skóciában a maradáspártiak talán többen vannak, még most is többen vannak, és ez a szeparatista elszakadáspárti gondolatokat még inkább felerősítheti. Nem beszélve arról, hogy a skót miniszterelnök már be is jelentette, hogy 2020-ra szeretne egy újabb népszavazást a kiszakadásról, tehát ezek a szeparatista mozgalmak, szeparatista gondolatok felerősödhetnek-e? Egyben marad-e Nagy-Britannia, vagy azért a Brexit után azzal is szembesülnie kell -e majd Londonnak, hogy ki akarnak szakadni ezek a területek? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem lehet az észak írországról és Skóciával egy szó úgy beszélni, mint a, mind a helyzet egyforma. észak írországban a Brexit mellett van egy másik kérdés, az a demográfiai kérdés, ami az, hogy a katolikusoknak több gyerekük van, mint a protestánsoknak, és ezért van az, hogy a, a Sinnfej meg a SZDLP több szavazatot kap. Ezt, ezt tudják, hogy öt év múlva a, a protestáns többsé, többséget át fogják venni, és egy katolikus többség lesz, a nacionalista, régi módon nacionalista többség lesz, de ugyanekkor a Sinnfej most már nem olyan, mint régen volt, mikor egy igazi népi párt volt is, az volt a legfontosabb nekik, hogy Írországgal összejöjjenek, hanem egy ilyen, ilyen Amerika, igazából olyan, mint az amerikai demokrata párt. Ahhoz tudnám hasonlítani. Ugy, olyanfajta olyan fajta gondolkozásuk van, olyan fajta értékük van, és ők igazából azt szeretnék, hogyha Írország egy, 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 egy ilyen modern gyarmat lenne, a, aki, aki lehet, eh, lenne a papája, és ők pedig emiatt eh, valahogy fognak előre menni. Skócia az más, az egy más kérdés ottan a, a skót identita eléggé erős, teljesen, és a, a skót identita főleg az angol identita ellen van. Ez ilyen, egy ilyen bizonyos pont, ez egy ilyen negatív identia, Úgyhogy ha nem, lé, nem létezne Anglia, akkor nem tudom elképzelni, hogy a Skóciában ilyen erős lenne például a, a Scottish National Park. Az a legveszélyesebb helyzet, hogy mi fog történni Skóciában, mert el tudom képzelni, hogyha az angol kormány nem ügyesen viselkedik, hogy a Skóciában megerősödik a, a SZMP, és végül is azt is el tudom képzelni, hogy elszakad az ország, Skócia megy másfelé, de ez nagyon komplikált helyzet lenne, mert Skócia nem tudja önálló ország lenni semmiképpen az a, ez egy fantázia, hogy én egy, 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 önálló ország leszek. De ennek ellenére nagyon sok konfliktus lehet ottan. Pán most, hogy ennyi széket nyertek, hogy negy, azt hiszem 48 székük van nekik 55-ből, ami nagyon komolyan azt jelenti, hogy nagyon jól csinálták ebbe a, ebbe a választásba. Ugyanakkor a munkáspárt, aki mindig volt a legerősebb párt Skóciában, már alig létezik ottan. És persze, mi a helyzet ott? A 60-70-es években elég erős volt a kiszakadás párti tábor, Ott ugye a királyi családnak kellett beavatkozni, és Károly küldték oda, hogy Velszi nyelven tartson egy beszélt, és talán onnantól kezdve valami mint hogy a Velsznek a elszakadásáról kevesebbet beszélnénk. Ők, ők hogyan állnak a skótokhoz képest? Hát Velsz az egész más, mert ők, ők teljesen Brexit mellett vannak, és elég érdekes, vannak székek, régi bányászi székek, akik mindig a munkáspárt mellett voltak, azok most már konzervatívokkal vannak. A, a Wells, eh, eh, nacionalisták négy széket, az a négy szék megmaradt, de nem nyertek semmit, a konzervatívok nagyon erősek most. Sose voltak ennyire erősek Wellsben, mint mostan. Hogy történelem, ez egy, ez egy, fantasztikus eh, result nekik, hogy ilyen jól csináltak Wellsben, de elég érdekes. Voltam, Wells, voltam Cardiffban, meg voltam swansea -ben az utóbbi három hónapban, és akárhova mentem, az emberek csak a Brexitről beszéltek. Nem a kórházakról, nem a szegénységéről. hanem neki nagyon fontos volt, hogy a Brexit legyen, úgyhogy az sokkal jobban érdekelt őket, mint a, egy önálló Velszi ország legyen. És hogyha mondjuk Észak-Írország kapcsán sikerül tetőlehozni egy normális megállapodást, ami elfogadható lehet, tehát képzelni, hogy ezek a konfliktusok kicsit csillapodnak. Boris Johnson Márpes esetében reagált és azt mondta, hogy meg fogja akadályozni, hogy ott legyen egy újabb népszavazás, milyen hatásköré van itt a kormánynak, és térjünk ki arra, hogy a királyi családnak milyen szerepe van ebben az egész folyamatban. Ugye ők mindig semlegesként tűnnek föl, de azért lehetett érezni, hogy ők mondjuk inkább Brexit pártiak, tehát hogy valami ilyesmi információk azért szivárognak ki. Nekik mi, mi ebben a szerepük? A szerepük egyelőre elég érdekes, mert vannak a családban, a királycsaládban emberek, akik a Brexit mellett vannak, a Philip Pilgall, meg a királynő, meg a Anne, a, 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 akik, akik a Brexit mellett vannak, de vannak azok, azok a új generáció fiatalok, a Harry, meg a William, meg a feleségük, akik természetesen a Brexit ellen vannak, mert ők imádják az identitapolitikát, és azt a, azt a fajta életet élik mostan. Úgyhogy ne, nehéz megmondani, mi fog történni. Egy bizonyos pontig a, a királycsár a főleg a Andrew miatt, meg a különfajta balhiai miatt, de ennek ellenére a királynő maga nagyon népszerű, nagyon-nagyon népszerű az egész országban. Szerintem meg lehet oldani a írkérdést, az, az meg lehet teljesen oldani. At, én igazából csak egy dologtól félek. Attól félek, hogy a, a londoni média, a londoni politikai kultúra, meg a skót kultúra össze fognak jönni, és a, a londoni munkáspárt fogja, fogja segíteni a skótokat, hogy Valahogyan elszakadjanak Angliától, mert, mert igazából az érdekükben van az, hogy ki tudják mutatni, hogy a konzervatív kormány, a Johnson kormány nem tudja az országot jól, eh, szor, jól, jól, jól tartani. Eh, úgyhogy ez a konfliktus, amitől félek, hogy, a, hogy ez a London-Dél-Angliai eh, politikoreg bubble összejön a Skótokkal, eh, és akkor. Igazán lesz egy nagy konfliktus a következő két-három évben. Beszéljünk egy kicsit még az Egyesült Államoknak és nagy a kapcsolatáról. Mi most két hasonló karakterről beszélhetünk. Az Egyesült Államok és, és nagy között hogy kötnek egy, egy szabadkereskedelmi megalapodás, vagy valamilyen hasonló gazdasági típusú egyességet akkor ez véleményem szerint jó tesze a brit gazdaságnak, nem fenyeget az a veszély, hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag le tarolja az Egyesült Királyságnak a gazdaságát és az amerikai termékekkel gyakorlatilag tönkreteszik a brit termékeket és a brit ipart. Hát minden lehet, de én szerintem, ha a két közgazdaság közelebb jön egymáshoz, az segíti az amerikát, és jó az Angliának, a Great Britainnek is. Ha, ha, ha össze tudnak jönni, mert mind a két országnak uh, vannak különfajta problémái, úgyhogy azért, mert mi veszünk több uh, dolgokat Amerikából, nem azt jelenti, hogy ez, ez rossz Angliának, mert ugyanakkor Angliának lesz egy nagy piaca, ahol a, azok az a dolgok, amiben amik, 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 amik anglia, anglia erős, abból erősebb is tud lenni. Uh, a dolog, a kérdés az, hogy mi lesz az Angol, Amerika és Európa között. Hogy, hogy fogjuk megcsinálni azt, hogy hogy szabadon tünk, a hogy szabadontunk, e, 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 szabadontunk, szabad kapcsolatunk van Amerikával, de ugyanakkor közel vagyunk a európai közgazdasághoz. Ezt kell valahogyan megfineszelni, hogy ez így legyen. És Londonnak ez a bankszektor központjellege, a City, tehát ő főként ugye Londonnak a bevételi abból vannak, hogy ott vannak nagyon Igen. sok pénzügyi, központ, pénzügyi vállalatnak a központja, a bankoknak a központjai, ezek elkezdtek visszatelepülni mondjuk a kontinentális Európára, vagy megmaradtak. Ez a jellege Londonnak meg tud-e maradni, és stabilizálni tudja azt az, az erőt, amit azért képviselt az elmúlt időszakban. Szerintem igen. Azt mondták utóbbi négy éve, hogy ha lesz a Brexit, akkor mindenki, minden bank elmegy Frankfurtba vagy Párizsba, ez egy hülyeség. Mert annak ellenére, hogy próbálták odacsábítani a különfajta cégeket a City-ből, nem nagyon sikerült. Mert emberek tudják, hogy annak ellenére, hogy már a, a, a Británia mert nem olyan erős közgazdaság, mint régen volt, a City maga nagyon erős. És lehet látni, hogy utóbbi két évben például a kínaiak, meg a japánok, meg az ázsiaiak több és több pénzt raktak oda be. Vannak egész új részei a City-nek, ami teljesen kínai tőkéből lett fölépítve. az áz, ázsiai bankok csak, az, csak a city bíznak nem bíznak a német, a német bankokba vagy a francia bankokba úgyhogy szerintem a, a, a Citi egy, egy nagyon erős helyzetben van és gondolom hogy még erősebb lesz ez, 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 szerintem ez így lesz nem lesz nem félek attól ami az a hisztérikus dolgokat amit mondtak hogy el fogjuk veszteni ezt a ezt a, ezt a ezt az ipart. A sok vendégmunkás az ott marad, nagy britanniában elmennek. Mi általában eddig mi volt a jellemző? Tehát, mint Németországban azt láthatjuk, hogy oda mennek a bevándorlók, letelepednek, kezdetben vendégmunkásnak tekintenek rájuk, de ott maradnak több évtizedig, a családjukat is oda viszik, vagy sokszor ott megházasodnak, a családot már, már németként nevelik, tehát letelepednek és utána nem mennek vissza. Nagy-Britanniában, Londonban ez eddig mi volt, hogy inkább ott maradtak, vagy visszamentek 5-6 év után a származási országba, és ugye itt sokat beszéltünk a kelet-európai munkavállalókról, tehát amikor én is Londonban vagyok, és körbenézek a városban, akkor egy más képet látok, mint mondjuk Bécsben vagy Berlinben, mert ott sokkal több európai embert látok az utcán. Lehet, hogy nem britek, nem angolok, de kelet-európából jöttek, azonos, hasonló kultúrában rendelkeznek, tehát nem annyira elütő az utcakép, mint mondjuk amit láthatunk Bécsben vagy Berlinben. Ez szerinted változni fog. Mondjuk a brit konzervatívoknak az egy célja, hogy hogy a, hogy a kelet-európai munkavállalókból is kevesebb legyen, vagy ez, ez a, ez a kelet-európai munkavállalókra nem lesz érdemi hatással? Szerintem semmi hatása nem lesz, mert általában a britek nagyon szeretik a kelet-európai vándorolókat, akik ott dolgoznak. Mindenki, mondja, hogy, mindenki büszkén mondja, hogy van egy magyar asztalasom, vagy van egy lengyel építőm, és inkább azokkal dolgoznak, mint egy angol építővel, vagy egy angol asztalossal. Uh, azt mondták, hogy mindenki vissza fog menni. Vannak emberek, akik visszamennek, mert uh, például mint egy szociológus tudom, hogy például ha van egy magyar család Londonba, vagy egy lengyel család Londonban, mondjuk ha van egy gyerekük, akkor általában azt gondolják hogy most, ha van egy gyerekünk, menjünk haza a, a város, hogy a, 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 a szülőkkel legyünk, meg a nagyszülőkkel legyünk, akkor, akkor vissza szoktak menni, de nem mindig. Uh, én azt vettem észre, hogy az utóbbi tíz évben akik bevándoroltak Angliához, azok ott maradnak. És, nem is, és senki se akarja őket kirúgni, senki se akarja, hogy igazából elmenjenek. Olyan fajta reakció nincsen Angliába. A kérdés az, hogy a, igazából, a kérdés nem az, hogy nem a be, mennyi bevándoroló van, hanem, hogy a ha bevándorolnak az emberek, akkor angolok lesznek, vagy skótok lesznek, vagy maradnak, mert mik voltak. És egész addig még emberek azt mondják, hogy most már Angliában vagyok, megtanulok angolul, úgy viselkedek, mint egy angol ember, nem akarom, hogy egy, egy, egy új, egy lengyel országot csinálni Canterbury-be, mert ez egy angol város, egész addig még egy emberek így emberek, annak nincsen semmi problémájuk. De hogy lehet, hogy ez az integráció, asszimiláció az megvalósul, vagy tényleg kialakulnak ilyen párhuzamos társadalmak? Tehát van kínai negyed, van lengyel negyed, van pakisztáni negyed, és gyakorlatilag ilyen eltérő kultúrával rendelkező emberek élnek egymás mellett, vagy azért van ez egyfajta integráció? Tehát most a Brexit kapcsán is, és most a brit választás kapcsán is, tehát, tehát ez az egyik legfontosabb szempont, hogy ez azért nem felekestül siker, tehát nem teljes siker az integrációjuk ezeknek a bevándorlóknak. Egyáltalán nem, de ez a, ez a briteknek a hibája, mert azért vannak párhuzamos kis városok, mert képzeld, jönnek a lengyelek Londonba, vagy jönnek a lengyelek Bradfordba, és amikor megjönnek, akkor ők azt mondják, hogy minél hamarabb meg akarok tanulni angolul, úgy akarok viselkedni, mint az angolok, mert most itt élek, de mikor megjönnek és elmennek és beszélnek egy, egy ilyen kormányi irodába, akkor azt mondják neki, hogy nem kell megtanulni angolul. Itt van, lefordítottuk neked mindent lengyelre, nem kell neked angolul kifigurálni, hogy hogy kell menni a kórházba, meg hogy kell menni ide. És ahelyett, hogy integrálnák az embereket, azt mondják mi, nekünk a te kultúrád nagyon fontos, tartsd meg a kultúrádat, mert mi egy multikultúrai ország vagyunk. És emiatt van az, hogy a, hogy a integrálás Angliában annyira rosszul jött ki, hogy azért van az, hogy vannak helyek Angliában, ahol két világ van, pláne a, a muzlim be, bevándorókkal, ahol saját életük van, 24 óráig csak egymással beszélnek, a, úgy gondolkoznak, mint, mint a szüleik, meg a nagyszüleik gondolkozott Pakisztánba vagy Indiába, egyáltalán nem érdekli, hogy mi történik az angliai kultúrában. És az angolok, a, a, a brit multikulturális politikusok, ezek nagyon büszkék, hogy, hogy mi ezt csináltunk, hogy csináltunk egy új kis Pakisztán Bratfulba vagy, vagy Oldhambe. Hogyha a 80-as, 90-es, de még a 2000-es években is bárki felhívta erre a figyelmet, mondjuk Londonban akkor rögtön, rasszizmussal vádolták Nyilván. meg, elpróbálták ellehetetleníteni, és tényleg a politikai életnek a margójára tolni. Változott-e ez az elmúlt időszakban? Tehát a 15-ös európai nagy bevándorlási válság nagyon sok tabut ledöntött. Ezt az úgynevezett politikailag korrekt beszédet, mint hogyha kezdené levetkőzni magáról Európa. Vannak még liberális van a mainstream sajtónak pár olyan helye, ahol még mindig tényleg rasszista, aki arról beszél, hogy ez a végtelen bevándorlás rossz. Ez hogy van Nagy-Britanniában, változott-e? Most már lehet erről nyíltan beszélni, és most a konzervatívok ezen a téren milyen változásokat szeretnének? Sajnos nagyon nehéz erről nyíltan beszélni, mert emberek még mindig félnek. Mert ne felejtsd el, hogy annak ellenére, hogy a konzervatívok nyert, megnyerték a választást, a, a kultúrai cégek, kultúrai újságok, az egyetemek, azok mindig más, másfajta kézbe vannak. Például én már több mint húsz éve. Beszélek arról, hogy nekem a bevándorlás nem egy probléma. Az a probléma, hogy a multikulturizmus, hogy mi eh, ahelyett egy, 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 egy Egyesült Országot csinálnánk, csinálnánk ilyen gettókat mindenütt, eh, és emiatt, ha kinyitom a számot, akkor automatikusan xenofób vagyok, automatikusan eh, fasiszta vagyok, mert azt nem, nem lehet a multikulturizmus kritizálni, még a konzervatívik is félnek kritizálni. Egy, egy, Egyedül a Brexit pártban vannak emberek, akik akik ezzel, e, e, ezzel ellen tudnak komolyan vitázni. Úgyhogy ez el fog egy, egy bizonyos ideig tartani, míg az embereknek meg, megjön az önbizalma, hogy nyíltan megmondják, amit gondolnak. Mert mindenki, így, majdnem mindenki így gondolkozik, csak attól fél, hogyha kinyitja a száját, akkor rögtön te, azt mondják, te rohadt fasiszta vagy, te jobboldali xenofób vagy. És az emberek nem akarják, hogy így gondoljanak róluk. És uh, zárásként uh, egy olyan keresztény fent a nézőinknek is, feltettünk, hogy szerinted jó -e a Brexit Nagy-Britanniának? Tehát mindent egybevetve jól járt ezzel a 2016-os döntéssel, és azzal, hogy most valószínűleg 2020-ban ez az egész meg fogja valósulni. Hát szerintem igen, én nagyon optimista vagyok, egy nagyon izgalmas vá választás volt. Én mindig a Brexit mellett voltam, és nem csak azért, mert, mert a, a, a szobráintiban hiszek, hanem azért is, mert Emiatt az egész pártrendszer átcserélődött. Örülök annak, hogy egy újfajta konzervatív párt van, aki sokkal stabilis, mint, mint régebben volt. Örülök annak, hogy van ez a One Nation Conservatism, és annak nagyon örülök, hogy a, a vörös fal, ami már több mint száz éve megvan Észak-Angliában, már nem létezik. Úgyhogy ilyen szempontokból nagyon optimistának lehet lenni, és, és van, egy, van egy ilyen bizonyos energia, amit lehet érezni, pláne Észak-Angliában, hogy emberek vagy a válnak egy ilyen új világot építeni. Az olyan, mint a, a rendszerváltás volt Magyarországon. Nem annyira fontos, mert nem egy igazi forradalom, mint Magyarországon, de emberek úgy érzik, hogy a, egy új rendszer fog jönni, és ez, ez szerintem ez, 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 ez nagyon jó a, a jövőre. Nagyon szépen köszönjük, és mindenkinek, aki követte ezt a beszélgetést. A közel egy órában most Frank Freddivel beszélgettünk, a 21. század intézetnek a főmunkatársága, a szociológusra, aki 1969 óta Nagy-Britanniában él, követi az ottani politikai eseményeket, és nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy ilyen kimerítően beszéltél nekünk a brit választásról, a Brexitről. Mi pedig sok ilyen élő Facebookos elemzéssel fogunk készülni a közeljövőben. Jövőre is lesz nagyon sok olyan esemény, akár Nagy-Britanniában, de a világban, ami elemzésre ad okot, és tényleg ki kell ezeket beszélni, hiszen csak így érthetjük azt meg, hogy mi zajlik körülöttünk, milyen események várnak ránk 2020-ban. Még egyszer nagyon szépen köszönjük a figyelmet.